Sümegvárosi Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Köszöntöm nézőinket, Havasi Petra vagyok. Nézzük, milyen témákról lesz szó mai híradónkban. Képes tartalomjegyzékünk következik. Csatornázás. Befejeződött a Petőfi és Árpád utca csatornázása. Rendezvénynaptár. Számos program vár a közönségre 2019-ben is. Babamama klub. Népszerűek a foglalkozások. Megtörtént a csapadékvízelvezető rendszer részleges rekonstrukciója a Petőfi és Árpád utcában című projekt átadása. A terület és településfejlesztési operatív program pályázatának eredményeként a közúti árkok új, burkolt kialakítást kaptak, új bejárók épültek. A tavasz eleje óta tartó építkezés jelentős fejlődést eredményezett. Így adta az élet, hogy a projekt megnyitása szép hóesésben történt, még a tavasszal, most pedig bár elállt a hó, de majdnem szép hóesésben adhatjuk át az elkészült munkát. A Petőfi és az Árpád utca nagyon fontos Sümeg életében, ez a két utca az átmenő forgalom szempontjából is, meg a helyi forgalom szempontjából is gyakorlatilag a fő utca mellett a legnagyobb forgalmat bonyolítja, és ezzel egyébként is hosszabb távú terveink is vannak ezeknek az utcáknak az átalakításával. Ennek az első lépése mindenképpen a csapadékvíz problémájának a megoldása kellett, hogy legyen. A csapadékvíz az mindig is egy nagy probléma volt, és még ma is az Sümegen, de haladunk szépen előre, és most elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag a Marcaltól a Petőfi utca végéig teljesen megoldott a csapadékvíz elvezetés, és ez a csapadékvíz elvezetés, ennek az elkészülte teszi lehetővé azt, hogy jövőre 2019-ben neki tudjunk állni az újabb projekteknek, amelyek szintén érintik a Petőfi és Árpád utcákat, illetve Flórián teret is. Ugye itt most elsősorban a körforgalomra gondolok, illetve a zöldváros projektnek arra a részére, amelyből itt a nyílt árkokat az utcának, a Petőfi utcának a végén, illetve az Árpád utca elején le fogjuk fedni, és reményeink szerint ezzel nagyban enyhülni fognak Sümeg parkolási gondjai. Nagy öröm itt állni, egy újabb elkészült beruházás, immár lassan 300 millió forintnál tartunk az olyan pályázatok tekintetében, amelyeket át tudtunk adni. Én úgy érzem, hogy nagyon nagy dolog ez Sümeg életében, főleg, hogyha még figyelembe vesszük, hogy körülbelül 2,5 milliárd forintnyi beruházás vár ránk a következő évben, meg hát valószínűleg még 2020 elején is. Sümegváros fejlődik, és nagyon örülök, hogy mi így együtt részesei lehetünk ennek. A Turinform irodában néhány nap múlva kapható lesz a tetszetős, különleges sümegi tartalmakat hordozó fali naptár, valamint nem sokára a jövő évi rendezvény naptár is elérhető lesz. Érdemes betérni az irodába, a Kossuth Lajos utcán, ahol helyi kézműves alkotók portékáiból is válogathatnak, a karácsonyfa alá. Ilyenkor évvégén mi mindig naptárt készítünk, egyrészt egy fali naptárral készülünk, 2019-es esztendőre is összeállítottunk egy nagyon szép tetszetős kiadványt. Most egy kicsit a szokástól eltérően nem a sümegi épületeket, látnivalókat reklámozzuk, kicsit burkoltan inkább, hanem Sümegváros nagyjait, azokat az embereket, akikre büszkék vagyunk. Nagyon nehéz volt kiválasztani 12 embert, ugye már csak 12 hónap van a naptárban, de nem baj, lesz még olyan év, amikor ezt a sorozatot folytathatjuk. Úgyhogy itt az irodánkban jövő hétfőtől már megvásárolható lesz az új fali naptárunk. Emellett pedig ugye egy ilyen leporellószerűen széthajtogatható nagy rendezvénynaptárt is készítünk, ami ingyenes kiadvány, ez is éppen nyomdában van még, nem sokára ez is elkészül, az pedig az egész éves programokat fogja tartalmazni. Egy kis összegzést is kérünk, milyen volt a 2018-as év, milyen volt a forgalom a Turinform irodában?
Hát nagy várakozással készültünk erre az évre, mivel tavaly nagyon meglendült a látogatottságunk a belvárosban is, és ez tulajdonképpen ebben az évben sem maradt el, úgyhogy nagyon-nagyon pörgős volt a nyarunk, az egész évünk, még az őszünk is, egyre többen kérnek idegenvezetés, csoportos látogatók vannak, úgyhogy nem panaszkodunk, van forgalom. Néhány héttel ezelőtt elindult a Baba Mama Klub. A védőnői szolgálat iránymutatásaival, közös szervezéssel megvalósult, hogy az édesanyák hétről hétre összejöjjenek, és különböző szervezett programokon vegyenek részt 0-3 éves korú gyermekeikkel. A baba masszázs oktatásának is nagy sikere van körükben, de a mikulásozás is segített a közösségen belül a kapcsolatok építésében. Előkészültetek, szuper, akkor a pelenkából is ki kell tenni. A baba masszázs foglalkozásra a legkisebb csecsemők érkeztek. Ebben a korban nagy jelentősége van az érintésnek, a szakavatott mozdulatoknak. Lágy zene szól a jó meleg helységben, és bensőséges a hangulat. A baba masszázs, én ezt már több mint 10 évre elvégeztem ezt a tanfolyamot, hisz ez ahhoz kötött, hogy valaki baba masszást oktasson, hogy ezt a tanfolyamot elvégzi. Ez egy országos kezdeményezés, és ennek egy országos hálózata is van. Én amikor ezt elvégeztem, akkor meghirdettem itt a sümegen az anyák körébe, hogy jöjjenek, átadom én ezt a tudást, és otthon ők az idilli családi környezetben masszírozhatják saját gyermeküket. Itt egy bemutatás történik, amikor én a saját babámon keresztül mutatom nekik, hogy csinálják ezeket a feladatokat, és ők pedig ezt figyelve meg is csinálják, és otthon pedig ismételik újra és újra a saját kis környezetükbe, és így válnak a babák nyugodtabbá, egészségesebbé és kiegyensúlyozottabbá. Egy 5 részből álló foglalkozás indult most el, melynek megvannak a tervezett feladatai. Első lépésként a láb masszírozása történik, mindkét láb masszírozása, majd pedig a has következik, aztán a mellkas, a karok, az arc és a hát a befejező gyakorlat, aztán végül ezt összesimítjuk, összemasszírozzuk tulajdonképpen a babánál, és így egy teljes testmasszást kap a gyermek, amitől kialakulnak nála azok a kötődések, tulajdonképpen az anya és a gyerek közti kötődés, ami úgy gondolom, hogy elengedhetetlen egy harmonikus kapcsolatnál. A szülők rövid idő alatt már érzékelik a masszázs jótékony hatását. Az első alkalom után azt a tanácsot kaptuk, hogy minden nap próbáljuk el ugyanazt a masszázst megcsinálni a babákon, mint amit itt csináltunk, és én azt vettem észre, hogy egyébként nagyon jó alvásban segít. Kicsit felhőzzem. Pont nem tetszik. Tehát, hogy az alvásban is tényleg ilyen nyugtató hatása van neki. Ugye pont az esti lefekvés előtt végeztük el otthon is, és sokkal jobban aludt az éjszaka. Illetve ugye a vérkeringésünknek is nagyon jót tesz, úgyhogy én ezért gondolom, hogy ez nagyon hasznos, és jó, hogy ilyen lehetőség adatott meg. Másnap ennél jóval hangosabb volt a klubszoba. Igaz, a résztvevők is már nagyobb bacskák voltak. Nagy izgalommal várták a Mikulás érkezését. Ráhangolódásként mindenféle kézműves ügyeskedés zajlott, ez is a Baba Mama Klub különlegessége. Minden héten csütörtöki alkalmakkal, ez egy olyan óra körülbelül az anyukákkal, és 0-3 éves korú gyermekes családokból az anyukákat és a gyermekeket fogadjuk. És mi a jelentőség egy ilyen új csoportnak? Milyen terveik vannak? A jelentőség az, hogy a 0-3 éves korosztályban nem nagyon van ilyen szerveződés, ilyen közösségi csoport, és úgy gondoltuk mi védőnők, hogy mindenképpen kellene egy olyan lehetőség, ahol a szülők elvonatkoztathatnak otthonról, eljöhetnek valahova, tartozhatnak valahova a közösségbe, és belevihetjük az egészségnevelő tevékenységünket is ezekbe a csoportokba, meg hát a szabad játék is benne tud lenni akkor. Közösségügy szempontjából is nagyon fontosnak tartom, az én lányom amúgy is nagyon bátor, és így legalább a közösségben még jobban megtanulja azt, hogy mit kivel, hogyan kell csinálni. Konkrét terveik is vannak, ahogy hallottuk, mi a véleménye ezzel kapcsolatban, mire jók ezek a foglalkozások? Hát a foglalkozáson belül van ugye a ringató csoport, ami megtanítja őket a dalokra, az ilyen illúzió formákra is, és otthon én nekem a kislányom nagyon hasznosak tartom, mert ő csinálja otthon, úgyhogy bevonjuk benne.
Már a következő évre is elkészültek a tervek. Többek között két hetente lesznek zenés mondókázások a jól ismert ringató foglalkozás keretein belül. Most azonban nézzük, hogyan mikulásoztak a legkisebbek első alkalommal. Ezúttal is több civil szervezet és önkéntesek összefogásával valósult meg a Mikulásvárás Sümeg főterén a díszóránál. Süteményeket, teát kínáltak, majd lovasintóval érkezett meg a gyerekek kedvence, a Mikulás. A legkisebbektől a kamaszkorú, akik sokan örültek a találkozásnak. A december elejé jó időnek köszönhetően lovas kocsival, pontosabban Mikulás hintóval érkezett a gyerekek piros ruhás nagyszakállú kedvence. Csengő szójára sokan lettek figyelmesek, s Krampuszával együtt azonnal nagy népszerűségnek örvendett a sümegi apróságok körében. Meseveli, tirapó. Nagyon ügyes vagy. Anyukát is megkérdezzük. Jó, miért tartották fontosnak, hogy itt legyenek ezen a mai alkalmon? Hát a kisgyerekeknek nagyon fontos, hogy a Mikulással találkozzanak, és igazából a szülőknek is. Ez egy régi hagyomány. És igazából szerintem fontos, hogy sokáig higgyenek is a Mikulásban. A kicsik ünnepe, de a felnőttek szívvel, lélekkel kivették a részüket a program megvalósításából. Hát nem az első alkalom egyébként, hanem most már a harmadik, negyedik alkalom, amikor készülünk rá. Úgyhogy egy kis süteményt sütünk meg, hát felkészülünk most már sapkákkal is, hogy látják, hogy lássák, hogy az, mi is itt segítünk. Úgyhogy, és örömmel tesszük, mert a gyerekek ér mindent. A fontosság az az, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, hát végül is Mikulás van, de ahogy látjuk, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is nagyon jól szórakoznak. Összejön a város, apraja, nagyja, és így ki tudnak kicsit kapcsolódni, elbeszélgetni, finom süteményeket fogyasztanak közben, forró teát, ami most például az időjárásunk is olyan, ami éppen ennek az ünnepnek megfelelő. Mekkora összefogással valósult meg ez a program? Hát a Sümeg több civil szervezete, hát az önkormányzat felkérésére a Sümegi Polgárőr Egyesület, mint főszervező, az Aktív Nagyik klubja, mint támogatónk, a Napfény Segítőközpont és a Mátai Szeretett Szolgálat. De van sok helyi vállalkozó, mint a Belvárosi Pékség, és többen, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a Mikulás puttonyába sok ajándék legyen a gyermekek számára. A délután későbbi részében, mikor már véget ért a tanítás, még sokan látogattak el a térre. Kicsik és nagyok egyaránt, legalábbis egy kis időre, még szeretnének hinni a csodákban. Advent második vasárnapja a remény szimbolizálja. Erre emlékeztet a koszorún meggyújtott második gyertya is. Ezen alkalomból a Kompanik Zsófia óvoda Katica csoportja tartott hangulatos műsort a Flórián téren. A Kisfaludy Sándor művelődési központ pedig a ráhangolódás, a készülődés egyében mézes kalás díszítésre várta a kicsiket és szüleiket. Nagy csodát volt december, úgy hívják karácsony. Fényt áraszt a szívekbe, gyertyát gyújt az ágon. A második adventi gyertyagyújtáson a Kompanik Zsófia óvoda Katica csoportja adott műsort. Karácsonyra vásárolta anyukám, csengom ez a dal, csingilingi kis harang, csilingel a kis harang. Téged fia bali várány, boldog ott
falunkban. Legszebb álma mégis az, hogy mindenki szívébe költözzék be Szent Karácsony ünnepén a béke. Még a gyertyaék, elárulják, a szívünkből a rossza senki takarodjék. A gyertyát az óvoda igazgatónője Újber Jánosné gyújtotta meg. A program a Művelődési Házban folytatódott, ahol mézeskalás díszítésen vehettek részt kicsik és nagyok. Illésné Puszter Hajnalka vezette a foglalkozást. Úgy jött az egész, hogy megláttam Pesten a sütnikék kiállításon, mert engem elsősorban a torták érdekeltek, az a leendő oktatómat, Vargáni Orbán Anikót Keszthelyről, Cserszeg Tomajról pontosabban, és annyira megtetszettek a munkái, hogy úgy döntöttem, hogy ezt én is szeretném kipróbálni. És hamarosan jött egy e-mail tőle, hogy akik ott azon a fesztiválon nem nyertek tőle úgymond tanfolyamot, de kapunk egy lehetőséget egy egynapos díszítésre. És én oda elmentem 2016 májusába, és onnan kezdődött ez a szerelem a mézes kalács iránt. És mivel nem csak díszíteni szerettem volna, hanem sütni is, ezért kénytelen voltam újból elmenni egy tanfolyamra, ahol megtanultam, hogy kell igazán finomat gyúrni. Tudok 5-6 féle mézes kalács receptet körülbelül. Van olyan, amit csak díszítünk, van olyan, ami finom, puha, ehető. Tehát sokféle van, mézes puszerlé, bármi. És akkor utána jött az, hogy testvéremnek kislányai vannak, és nagyon imádták, hogy én mézes kalácsot díszítek, és szerették volna kipróbálni. És mivel családom belül ez nagyon bevált, úgy gondoltam, hogy akkor más gyerekekkel is nagyon szívesen, és hát így kerültem ide, és így vagyok itt. És én máron harmadszor vagyok nálatok. Ugye első körben el kell képzelniük azt, hogy mit díszítsenek, milyen motívum legyen rajt. Te már kitaláltad, hogy mi lesz az oknidon? Nem. Na, mindegy. Ez a lényeg. És akkor utána ezt meg kell próbálni megvalósítani. Tehát először jön az ötlet, aztán a kivitelezés. És nagyon ügyesek. Ez garantálom, hogy nagyon ügyesek. Meg szoktam kérdezni a gyerekeket a tanfolyamon, hogy miből készül a mézes kalács, és általában mindig a mézet hagyják ki belőle, annak ellenére, hogy benn van a nevében. Tehát liszt, termelői tojás, termelői méz, arra mindig ügyelek, hogy kis termelőktől beszerzett anyagokkal dolgozzam. És igazándiból egy kis szódabikarbóna kell még hozzá, meg nyilván porcukor. Az, amivel díszítenek a gyerekek, meg ha hozzájutok néha én is, az tojásfehérje és porcukor. Az eszközöket, azokat általában minden cukrászati boltban be lehet szerezni, bárki bemehet és tud ilyen kis csöveket, adapter zacskót venni, de hogyha mindez nincsen, akkor elég egy zacsi, amire nagyon pici lyukat vágunk a végére. És azzal nagyon ügyesen tudnak dolgozni. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Csatornázás. Befejeződött a Petőfi és Árpád utca csatornázása. Rendezvénynaptár. Számos program vár a közönségre 2019-ben is. Baba Mama Klub. Népszerűek a foglalkozások.
Híradónk után az Ablakkal, a Város Közéleti Magazinjával jelentkezünk. Mai adásunkban elsőként az iskola anyanyelv hetének gála műsorát láthatják, majd egy hangulatos adventi kórus hangversenyben nézhetnek bele. Adásunk végén az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület évzáró ünnepi közgyűléséről készült hosszabb összefoglalóját láthatják. A www.sümegtv.hu weboldalunkon korábbi híradóinkat és magazin műsorainkat is megnézhetik. Érdemes böngészni a sumegonline.hu oldalunkon, ahol minden városunkat érintő friss hírről értesülhetnek. Kövessenek minket a Facebookon, várjuk kedves nézőinket a jövő héten is!